12 évesen a szüleim elvittek egy koncertre. Egy nagy arénában volt. Én meg egy kis jelentéktelen gyerek voltam. Úgy éreztem, nem fogadnak el. Nem vesz észre senki. Az énekes meg ott volt a színpadon, és 20 000 ember bizonyos értelemben csak őt bálványozta és imádta. Ez fantasztikus érzés volt. Jason dalokat kezdett írni, és ezeket barátjával Chris-szel adta elő. A középiskolában már tudta, merre visz az útja. Körülbelül 1000-1500 kazettát adtam el csak az iskolai néhány év alatt. A középiskolában jöttem rá, hogy ez az, amit szeretek, és ezt akarom csinálni. A középiskola után Jason dolgozni kezdett, közben meg dalokat írt és adott el. 23 évesen megírta az első nagyslágerét Captured címmel. Felkerültem a slágerlistákra, és egy igazi nagy keresztény sláger született. Rengeteg pénzt kerestem a dallal, így felmondhattam az állásomat, és egy évig csak a zenével tudtam foglalkozni, hogy folytassam a sikert. De Istent nem ismertem. Jason azt az egy számát használta belépő kártyaként a zeneiparba, 8 év alatt feljutott a csúcsra. Találkozókon vettem részt Dr. Dre embereivel, Eminem embereivel. Dolgoztam a Sugar Ray bandával, Snoop Dogg-gal. Rengeteg találkozón volt Jay-Z-vel, és zenészeket neveltem ki, akik multimilliómos lemezszerződéseket kötöttek. Több pénzem volt, mint amit valaha elképzeltem. Mindenem megvolt, amiről csak álmodtam. Mégis üresebbnek és nyomorultabbnak éreztem magam, mint valaha az életemben. Rájöttem, hogy mindent megkaptam, amit csak akartam. De mégsem éreztem, hogy szeretnének. Még mindig nem éreztem, hogy szeretet lenne az életemben. Aztán, amikor már nem volt mit vennem, és már semmi sem tudott feltüzelni, eljutottam arra a pontra, hogy ha ez az, amit hosszú évek szenvedése után felmutathatok, akkor nem akarok többet itt lenni. Másnap elmentem, és vettem 3 doboz altatót. Bejelentkeztem a Ritz-Carlton Hotelbe, és azt terveztem, hogy nem jelentkezem ki. Amint be akarta venni a tablettákat, Jason telefonja megcsörrent. Azért hívták, mert találkoznia kellett volna egy ügyféllel másnap. Letettem a telefont, és azt kérdeztem magamtól, most mit tegyek. Most kértem meg valakit, hogy foglalja le a repülőjegyeket. Így most azt kell tennem, hogy kijelentkezem, és elmegyek a holnapi találkozóra. Aztán visszajelentkezem a szállóba, és akkor tényleg befejezem. Másnap a meetingen az az ember megkérdezte tőlem, hogy ismerem-e Jézus Krisztust. Soha senki az életemben, 33 éves voltam ekkor, senki nem kérdezte ezt meg. Órákig beszélgettek, Jason most először hallott Jézus Krisztusról. Másnap reggel lement a tengerpartra, közel a házához. Néztem az óceán sötét, mély tömegét, és azt vettem észre, hogy milyen széles és hatalmas a víz sötétsége. Aztán megláttam azt a keskeny, világos sávot a távolban. Belém nyilalt, hogy ez a fényforrás a nap. Becsuktam a szemem abban a pillanatban, és megláttam a legfényesebb fehér fényt. Láttam Jézus arcát és azt a fényes, fehér fényt. Életemben először tudtam, hogy Jézus Isten fia, és ez valóság volt. Ez volt életem legfontosabb pillanata. És azt hiszem, hogy egyúttal ez volt életemben a legszebb pillanat is. Jason behívta Jézus Krisztust a szívébe. Elkezdtem olvasni, miket mondott Jézus a Bibliában. Mit mondott, hogyan kell élni az életünket. Rájöttem, hogy rengeteg embert bántottam meg a gyerekkoromban. És ezen kívül az egész életemben. De éreztem mindezek ellenére a szeretetet és megbocsátást, és annyira vonzott Istenhez, hogy teljesen átadtam a szívemet. Éreztem, hogy az életem megváltozik 180 fokos fordulattal, a gondolataim változtak, a szívem változott, és ahogy az emberekre tekintettem. Jason nem sok dalt ír mostanában, de továbbra is a zeneiparban dolgozik. Feleségével Heatherrel zenészeket és előadó művészeket menedzselnek. Szeretem a keresztény zenét, de szeretek embereknek segíteni, hogy betöltsék azt az álmukat, amit Isten helyezett beléjük. A munkám már nem arról szól, hogy nekem legyen jó, vagy hogy kielégítsen. Arról szól, hogy másokba vessek, szeressek másokat, törődjek másokkal és harcoljak értük.
Ez radikális változás, és csak Jézussal sikerült.